ma esti témánk impotencia, frigiditás, kaszanova, nymphománia, ezek konstellációk, állapotok, illetve az orgazmusról lesz szó. Melyek azok a konstellációk, amelyek bennünket érinthetnek, mit kell érteni konstelláció alatt, hol ennek a konstellált állapotnak a helye a germán gyógytudományban, egyáltalán mi a germán gyógytudomány, erről fogadják nagy szeretettel a ma esti előadónkat, mint mindig dr. Budai László Károly, szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, germán gyógytudomány terapeuta, tolmácsolásában. Karesz, a tiéd a szó. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is ezen a rendkívüli germán gyógytudomány webkonferencián, és nagyon örülök, hogy egy ilyen, mondjam azt, hogy kvázi élőadást tartunk, és legalább láthatják azok, akik eddig nem láthatták, hogy hogyan zajlik ez az egész. Szóval van itt kérem szépen előadó, leadó képernyő, van kontrollképernyő, és most a hallgatóságnak külön kivetítő vászonra az egész előadást kivetítem, tehát a PPS fájl és ami még a szervereken keresztül jön, ezt megpróbálom valahogy összhangba hozni. Nos, az impotencia, frigiditás, kaszanova, stb., amint Réka is említette, ezek konstellált állapotok. A konstellációról mindenki hallott már, a csillagok együttállását nevezik konstellációnak, de a germán gyógytudományban olyan állapotokat jelez, amelyek az agyféltekek két oldalán megtalálható és egymásra ható, hámeri gócok, feloldatlan konfliktusoknak a következménye. A germán gyógytudományról természetesen nem lehet beszélni anélkül, hogy dr. Ikegert Hamel személyéről ne beszélnénk. Ugye mindenki tudja, hogy dr. Ikegert Hamel az élete tragédiájának köszönheti a tudomány felfedezését, hiszen 19 éves fia a karjai közt halt meg. A heredaganata és a fia elvesztése között lennie kell valamilyen kapcsolatnak, mert különben akkor ez az egész nem alakulhatott volna ki, hisz addig Hamel doktor teljesen egészséges volt. Nos, tudjuk, hogy 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, és mindent elkövetett azért, hogy megoldja ezt a lelki kérdést, és hál' Istennek hamar meg is oldotta. Ennek köszönhető aztán a kialakult állapot. A lényeg az, hogy a kutatásai során Hamel doktor felfedezte az öt biológiai természettörvényt. Az első biológiai természettörvényt 1981-ben tette közzé novemberben, és a DHS itt annyit jelent, hogy Dirk-Hamer-szindróma, vagyis a fiáról elnevezett olyan feltételeknek az összefoglalása, amely szükséges ahhoz, hogy egy biológiai válasz elinduljon a szervezetünkben. Tehát miről van szó? Mindig egy érzelmileg elindított, váratlan, hirtelen megjelenő, nagyon súlyos érzelmi konfliktusról, drámai dologról van szó. Természetes, ilyen mindig lesz az életünkben, ilyen elő fog fordulni, csak az a kérdés, hogy meddig maradunk benne a konfliktusban, láthatjuk itt az ötödik pontban, illetve az, hogy mennyire magányosan éljük meg. Ez a két dolog csak és kizárólag tőlünk függ, ezt ne feledjük el. Tehát nem vagyunk kiszolgáltatva ennek a helyzetnek, akármilyen lelki megrázkódtatás ér minket, ha lezárjuk békével a napjainkat, ahogy azt már tanították nekünk, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ha ezt az egy dolgot be tudnánk tartani, nem lennének krónikus betegségeink. Mindig lesznek váratlan történetek az életünkben, amelyek érzelmileg meg fognak minket rázni. Ez ellen az az egyetlen megoldás van, hogy kilépek ebből a konfliktusból, mielőbb, ha lehet még aznap, és békével lezárom a napjaimat. Hamel doktor rámutatott arra, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indítja el a szervi elváltozást. Megfordítva, nincs szervi elváltozás lelki megrázkódtatás nélkül. Akkor is, ha per pillanat nem találjuk meg azt, hogy vajon mi történt velünk. És miért lényeges ez a dolog? Miért nem találjuk meg esetleg? Azért, mert dolgoznak a sinek.
Ezek az úgynevezett sinek annyit jelentenek csupán, hogy a szervezetünkben a rögzülnek azok a körülmények, amelyek között a konfliktust mi megéltük. És ezután bármilyen emlékeztető körülmény, emlék bejön abból a meg nem oldott konfliktusból, az egész dolog újra elindul bennünk. De egyetlen dolgot ne feledjünk el, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Vagyis nem az a lényeg, hogy mi történt valójában, hanem az a lényeg, hogy én azt hogyan éltem meg. A múlt héten is a 40. esetnél, ami Hammer doktornak egy korai esetbemutatása, ugye egy mély nyakráknak a történetét mondtuk el a múlt héten, mindenkinek ajánlom, aki nem hallotta, hogy ezt a úgymond rádiójátékot hallgassa vissza, és meg fogja látni, hogy Hammer doktor már 3 hónappal, 4 hónappal az első biológiai természettörvény közlése után bebizonyította, hogy a germán gyógytudomány igazán tudomány, és 10 millió az egyhez arányban bebizonyítja, hogy ez mindig ugyanúgy történik. Tehát mindig az érzelmi megrázkódtatás az, ami elindít bennünk egy váratlan, nek számunkra váratlan betegséget. Valójában egy értelmes biológiai program indul el bennünk. És ez az értelmes biológiai program, amint itt látjuk, 2 szakaszban zajlik le. A lényege ennek az egésznek, hogy van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz. Ugye láthatjuk a 3 függőleges vonal között 2 részt, az egyikben a kék szín, a másikban a piros szín dominál. A DHS az első függőleges vonalon a Dirk-Hammer-szindrómát, vagyis az első biológiai természettörvényt ábrázolja. Ha van egy érzelmi megrázkódtatás, ami váratlanul, meglepetésszerűen ért engem, akkor a kérdés csak az, hogy meddig ülök benne a konfliktusban. Egy napig, egy hétig, egy hónapig vagy egy évig. Ez csak és kizárólag rajtam függ, és ez a kék színnel jelzett terület pontosan a konfliktus aktív szakaszt jelöli, ugyanakkor hát azt is jelöli, hogy mekkora az a bizonyos konfliktus tömeg, amit meghatároz a konfliktusban eltöltött idő és az érzelemnek az erősége. Hadd kérdezzek valamit tőled, Karesz. Biztosan vannak olyanok a webkonferencia hallgatói között, akik még nem ismerik a germán gyógytudományt. Mi jellemzi ezt a konfliktus aktív szakaszt? Honnan tudom felismerni, hogy ez éppen rám is jellemző, vagy sem? Éppen ezért beszélek röviden mindig az 5 biológiai természettörvényről, mert ennek az ismerete nélkül hát mindaz, ami ezután következik, nagyon nehéz lesz megérteni. Tehát a konfliktus aktív szakaszt már mindenki megélte. Biztos egy vizsga előtt mindenkinek hideg volt a keze, hideg volt a lába, izgult, és ahogy mondani szokták, a zapszemre gondolok. Szóval ez az a feszült idegállapot, ami miatt ugye nem tudunk aludni, ha elalszunk, felébredünk, nincs étvágyunk, nem eszünk, lefogyunk, és természetesen folyamatosan a konfliktuson jár az eszünk. Na de a biológiánk ez alatt az idő alatt már is a segítségünkre jön, hiszen biológiai szinten próbálja megoldani mindazt, amit én érzelmi szinten nem tudtam. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Mondom mindig a kérdés az, hogy mennyit ülök ebben a konfliktusban. És a KM, a konfliktus megoldása itt középen, ez valós érzelmi szintű megoldást fogok jelenteni számomra, vagy éppenséggel annyi dolgom van, hogy most éppen nincs ezzel időm foglalkozni, elkezdek egy másik dologgal foglalkozni, ekkor átmegy a gyógyulási szakaszba ez a történet, hiszen már érzelmileg nem ez foglalkoztat, közben találkoztam a főnökömmel, és már nem az a konfliktusom, ami éppen a párkapcsolatomban volt. Tehát ez beindul gyógyulási szakaszba, és a gyógyulási szakasz, a KM, a konfliktus megoldási utáni szakaszban látunk 2 piros, meg középen egy kék mezőt. Most ez mit jelent? Az első piros mező pontosan azt jelenti, hogy ilyenkor jönnek a meleg tünetek, vagyis a gyulladásos tünetek, és ilyenkor futunk általában orvoshoz, mert ugye a gyulladásnak a tünetei, hogy fájdalom van, hogy duzzanat van, hogy piros, és duzzat, rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár. Szóval ennek a lényege az, hogy a konfliktus
megoldása után érezzük magunkat betegnek. És amikor azt mondja valaki, hogy úgy fáj az ízületem, mondom, bontsál pezsgőt, mert éppen gyógyulsz. Az a probléma, hogy nem érzelmileg történik meg a legtöbb esetben a megoldás, a konfliktus megoldása, és ezért elakad ez a program. De tegyük fel, hogy érzelmileg történt egy megoldás. Itt sok víz gyűl be, nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is, ez okozza a fejfájást. Az agydaganatokról szóló előadásban ugye ezt mind elmeséltem, de jön az epileptoid krízis, ami megoldja az agyi túlnyomást, az ödémát, megoldja azt az ödémát, ami szervi szinten alakult ki, mert ezt mind ki fogjuk pisilni, és megint jönnek a meleg tünetek, ami azt jelenti, hogy extrém fáradtság fog rajtam megnyilvánulni, hogy a kislábujjamat is nehéz megmozdítani, rászorulok arra, hogy segítsenek, és hogyha egy önleértékelés volt a konfliktuson, nyilván itt újra visszazuhanok az önleértékelésbe, hogy lám, semmire se vagyok jó. Pedig ha ismerem a germán gyógytudományt, akkor már boldog vagyok, mert csak néhány nap választ el attól, hogy teljesen meggyógyuljak. De mi a helyzet azokban az esetekben, amikor krónikus betegségekről beszélünk, akkor hogyan mutatkozik meg a gyógyulás germán gyógytudomány szempontjából? Hát éppen itt mutatom a teremben a lévőknek is, ugye, hogy arról van szó, hogy ha elakad a programunk, akkor természetesen nem tud kifutni. A múlt héten a fenti ábrára mutogattam folyamatosan, hiszen ottan egy 22 hónapig fennálló konfliktus aktív fázisról volt szó. Tehát ha nem oldom meg a konfliktust, akkor vagy súlyos kráterek, tehát szövethiány lép fel, vagy nagyon nagy tumorok, szövetszaporulatok lépnek fel, vagy folyamatos lesz mondjuk egy működésnek a blokkolása, és cukorbeteg maradok. De tegyük fel azt, hogy megoldottam, vagy illetve nem oldottam meg, lekerültem a sinekről, beindult a megoldás, epileptoid krízis, végigment az egész program, ne felejtsük, hogy az epileptoid krízisben, ahova most mutatok, ott, ha mozgással kapcsolatos a konfliktus, akkor mozdulatsorok fognak lejátszani, epilepsziás görcsroham fog lejátszani. Na most minden olyan esetben, amikor újra sínre kerülök, ugye a második ábrának ezek a kék részei, mindegy egy rövid konfliktus aktív szakasz jelenteni, megint sínre kerültem, és kifut teljesen a program. Tehát, ha epilepsziáról beszélek, akkor lesz egy epilepsziás krízis. De, hogyha epe programjaim vannak, akkor lesz újra meg újra egy epés görcsroham. Teszem azt valakinek megemészthetetlen konfliktust okozott valamelyik családtagja, akivel havonta találkozik egyszer. És egész hónapban jó van, találkozik vele, vagy beszél vele telefonon, és utána indul megint az epés programja. De a harmadik sorban látjuk a függő gyógyulást, és ez nagyon jellemző, a krónikus fájdalom szindrómára ez jellemző, meg a megszűnni nem akaró ízületi vagy csontfájdalmakra ez jellemző, hogy gyakorlatilag nem jutunk el az epileptoid krízisig. Itt ezek a kék szakaszok nagyon rövid konfliktus aktív szakasz jelentenik. Újra meg újra sínre kerültem, és gyakorlatilag mivel elakadt a gyógyulási fázis, ezért lesz állandó bennem a fájdalom. Na most Hammer doktor ezekre a dolgokra úgy jött rá, hogy leásott az alapokig. Ugye ez volt a lényeges dolog, hogy rájött arra, hogy a betegségek kialakulásának a megértése lehetetlen anélkül, hogy megnéznénk, hogy hogyan fejlődtünk ki az anyamében a 9 hónap alatt. Az egyetfejlődés az embriológiát jelenti. Miről szól ez az ábra? Nagyon röviden, és elárulom, hogy amikor én ezt az ábrát először megláttam, akkor rájöttem, hogy te jó Isten, itt olyasmiről beszélnek, amit én tanultam, amiből én levizsgáztam, csak hogy levizsgáztam belőle, és soha többet elő nem vettük, mert hát nyilván a felnőtt ember problémáiba nem keverjük be az embriológiai állapotot. De a kapcsolat ott van, ha elültetek egy magot, abból ki fog nőni a növénynek a gyökere, szára, levele, virága, így van? Egyetlen igen. Magból. Az emberi test miből alakul ki? Egy megtermékenyített petesejből. Ez 8-10 nap alatt lejut a petevezeték külső harmadából a mély üregébe. A nőgyógyász kollega itt bólogat nekem, mert ő ugye ezt mind tudja. És amikor, mielőtt megtörténik a beágyazódás,
akkor kialakul a három csíralemez abból a szedercsíra állapotból, ami hát megérkezik a mély üregébe. Na most itt látjuk sárga, narancs és piros színekkel a három csíralemezt. És ugyanúgy, mint az elültetett magból, nálunk is a három csíralemezből alakul ki minden szervünk, minden szövetünk. Látjuk sárga színnel a belső csíralemez, vagy endodermából származó egyik szervünket, a tápcsatornát, és látjuk, hogy ezt az agytörzs irányítja. Vagyis láthatjuk az csíralemezek és az agy közötti összefüggést, ugyanis az agy fogja mindig irányítani a dolgokat. Mitről van szó? Lélek, agy, szerv. Tehát ezek a szervek, amelyek a belső csíralemezből erednek, ezek az agytörzshöz vannak, mondjam úgy, hogy bekábelezve. Ezeknek a konfliktusok, ezeknek a konfliktusait az agytörzs fogja a megfelelő szövetek és szervek felé irányítani. Na most röviden fogalmazva, hogy mindenki megértse, nem kell ehhez egyetemi végzettség, az agytörzs az, ami a túléléshez szükséges feltételeket biztosítja. Mi kell a túléléshez? Mindenképpen kell táplálék, mondjuk ezt egy vacsora után. Igen. Szükségünk akkor van. Ez megtörtént. Ez megtörtént. Ettünk, rendben. Szükségünk van levegőre. Az is van, megy a légkondi, rendben. És nyilván valamilyen folyadékra, amit elfogyasztunk, vízre. Hoztam egy üveg vizet is, tessék. Nos, akkor megnyugodhatunk, hogy az életünk nincs veszélyben? Természetesen. Természetesen. Igen. Minden pánikosnak ezt tudom üzenni, hogy egyetlen probléma az, hogy fölfogjuk, hogy a pánik az tulajdonképpen két jövőből jövő félelem. A frontális konstelláció, majd a konstellációk alkalmával ezt is kivetítem itt a táborban, nagyon készültem. Tehát az, aki pánikol valami miatt, az azért fél, mert valami történni fog vele, van valami tünete, és rögtön kivetíti a jövőbe, hogy ez bizony halállal fog végződni. Ez neki itten tehetetlennek érzi magát, hogy ott van a tehetetlenségi konfliktus, és félek valamitől, ami jön a jövőből, és nem tudok kilépni előle. Ennyire egyszerű, és ez okozza a pánikot. Na de maradjunk itt az agytörzsnél. Természetesen itt mindig szövetet szaporítok, ha valamit meg akarok kapni, akkor föl fogom szaporítani a megfelelő szervben a sejteket. Ha táplálék falatról van szó, akkor itt. Ha levegő falatról van szó, akkor a tüdőt fogom felszaporítani. És mivel a legrövidebb ideig levegő nélkül bírjuk ki, ezért a halálfélelmi konfliktus lesz az, ami mindig tüdőszövet szaporulatot okoz, és nem a dohányzás. Aztán ott van a magányosság, létezés, egzisztenciális konfliktus, az a vesegyűjtő csatornába fog szövet szaporulatot okozni. Tessenek megnézni a veséről szóló webkonferencia előadást, de megemlítem még, hogy az agytörzs a fényfalat és a hangfalat konfliktusokat is irányítja. Részletesebben nem tudok belemenni. A narancssárga mezőt látjuk, ugye mezodermának nevezzük a középső csíralemezt, csak hogy a mezodermából származó sejtjeinket két idegi központ irányítja. Van a kisagy, és fölötte látjuk ezt a kifliszerű képződményt, ugye ez a fehér állomány. A kisagy az a támadástól való félelmekre fogja elindítani a szövet szaporulatot, mert ugye múlt héten is elmondtam, hogy az egri vitézek a török közeletére nem lebontották a várfalakat, hanem megerősítették. Nyilván a biológiában is ez történik. Tehát ha megerősítjük a várfalakat, az azt jelenti, hogy szövet szaporulatot indítok el a védelmi rendszeremben. Ez az írha, a burkok, hashártya, mellhártya, szívburok, és természetesen az írhához tartozó hát járulékos részek, mint verejtékmirigy, fagyúmirigy, és akkor ezekből egyéb dolgok lesznek, de ide tartozik egy nagyon lényeges dolog, mégpedig a gondozási konfliktus. Ez alatt mit kell érteni? A gondozási konfliktus azt jelenti, hogy egy szeretett élőlény miatt én nagyon aggódom. Nagyon intenzíven és nagyon hosszú ideig. Réka, hallottál valaha olyat, hogy valaki az aggódással megoldott valamit? Én személy szerint még nem hallottam ilyesmiről. De ha valaki tud róla, akkor a fórumban legyen szíves, ezt írja meg nekem, mert én sem hallottam róla.
Tehát az aggódással és a bosszankodással semmi, de semmit nem fogunk megoldani. Az aggódással meldaganatot fogunk magunknak építeni, és lehet férfi, lehet nő az illető, mind a kettő meg fogja csinálni a meldaganatát, ha magyarul mondom, ha hülyére aggódja magát egy szeretett élőlényért, mert hogy azért élőlényért, mert ez lehet egy szeretett háziállat is. Nos, a kifliszerű agyi képlet, amit mutatok, az itt azt jelenti, hogy az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseim, azok mind ide fognak becsapódni. De mi az, hogy önleértékelés? Hát ha önleértékelésről beszélek, ha én nem vagyok jó, akkor nyilván a biológiám a túlélés érdekében mit csinál? Hát le fogja bontani azt, ami nem jó. És ha megoldom a konfliktust, akkor visszaépít még több szövetet, mint amennyit lebontott. Egy pillanatra álljunk meg. Tehát azt mondod, hogy a fehér állománynál, a fehér állomány irányította szerveknél, szöveteknél, konfliktus aktív szakaszban, most már bontással kezdődik igen. a program, és megoldási szakaszban visszaépít. Van visszaépítés. Eddig építettünk, eddig és mindig először építettünk, és bontottunk. Itt fordul át. Mondom, úgy szoktam mondani tanfolyamon, hogy itt van a felező vonal. Tehát innentől az első részben bontunk szöveteket, lesorvasztok, mert önleértékelés, és nyilván, hogy visszaépítem a megoldásban. Az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink a mozgásban résztvevő szöveteinket fogják érinteni. Na, mi kell a mozgáshoz? Ahhoz, hogy a kezemet elmozdítsam a túloldalra, szükségem van a kezemre, nem? Hát egyértelmű. Nyilvánvaló, tehát a kezemnek az alapját mi képezi? A csont. Hát a csontok. Hát ez az egyik szövet. A csontokat összekötik az ízületek és az inak. A csontokat elmozdítják a zizmok, igen, a zizmokat pedig hát ellátják a zerek. Osztóér, gyűjtőér, nyirokér. Így van? Igen. És a kötőszövet, zsírszövet, ami ide tartozik, adja a plusz energiát a mozdulathoz. Tehát az említett öt szövetben mindig először bontok, utána építek, ne feledjük, a visszaépítés az fájdalmas, lásd csontízületi fájdalom. Mitől függ az, hogy mondjuk a zsírszövetet vagy a csontot érinti az önleértékelés? Nagyon jó a kérdés, mert ugye az önleértékelésnek a témája az, hogy én miben írtam le magam, meghatározza, hogy a testemnek melyik részét kezdem el bontani. Az önleértékelésnek az erőssége pedig meghatározza, hogy azon a részen milyen szöveteket bontok. Nyilván, hogy a legsúlyosabb önleértékelés a csontjaimat fogja szétszedni. Csontighatoló megjegyzésekre tudjuk a legjobban leírni magunkat. De van is, aki így fogalmazza meg, hogy ez csontvelőig hatott. És akkor csodálkozik, hogy először anémiás, utána jön a leukémia. Azt, a leukémia már gyógyulási szakasz, jelzem. Aztán a legegyszerűbb, hát ami csak úgy frusztrál engem, hogy hát ezt a ruhámat is kihíztam, ez nyilván csak a zsírszövetet fogja érinteni. Ez hál' Istennek nem fájdalommal gyógyul, és ezért nagyon-nagyon-nagyon, bonyolult a fogyókúra, mert csak annyit kellene tennünk, hogy elfogadjuk önmagunkat, és utána pedig hát rendbe rakni az önmagunkhoz való viszonyunkat, ahhoz, hogy minden rendben jöjjön. Szóval akkor az önleértékelést is végigmondtam. Van még itt egy piros színnel jelzett terület, ektoderma, azaz külső csiralemezből származó sejtek. Ezek laphám sejtek, tehát elszarosodott vagy el nem szarosodott laphám. Ezt mutatja a kültakaró, amit ez a piros baba mutat. Illetve laphám eredetű nyálkahártyák, amelyek viszont bélelik a csöveket. És hát itt nagyon lényeges dolgokról beszélek, mert a levegő levezető rendszert bélelő sejtekről beszélek, vagy a szívkoszorú ereket bélelő sejtekről, vagy a vizelet kivezető rendszert bélelő sejtekről beszélek. Azért mondtam így magyarul, hogy mindenki számára érthető legyen. Terminus technicusszal csak a kollégák fogják megérteni, amiről beszélek, de nekem az a célom, hogy egyszerű emberek is megértsék, hogy miről van szó. Tehát az elválasztási konfliktus, amit ez a piros baba jelképez, annyit jelent, hogy elszakadtam valakitől, akit nagyon szeretek, vagy én tőlem elszakadt valaki, akit nagyon szeretek, és ez okoz számomra problémát.
De problémát okoz az is, ha én el akarok szakadni valakitől, de hozzám ne érjen, mert kiráz a hideg tőle, tehát az is, az elszakadásnak két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni. Mind a két esetben először bontom itt is a sejteket, lásd neurodermitis. A megoldásban pedig jönnek a gyulladásos tünetek, hólyagos bőrelváltozások, elakadt program esetén nedves, ekcémák és egyéb érdekességek. No de, az agykéreg nem csak az elválasztási konfliktusokat irányítja, hanem a birtok konfliktusokat is, és ezekbe fogok részletesebben belemenni. Aztán a jövőből érkező félelmek mind a homloklebenybe csapódnak be, a múltból érkező félelmek mind ide hátra, a nyakszirti lebenybe, a látóközpontot érintik. Ne felejtjük, hogy az akaratlagos mozgás is innen az agykéregből indul ki, és az agykéreg az a központ, ami képes működésváltozással is túlélő programot beindítani. Tehát itt akkor nem lesz sejtekkel való játék, hanem csak és egyszerűen a működésnek a blokkolásáról lesz szó. Tehát a harmadik biológiai természet törvény összefoglalva a következőképpen néz ki. Láthatjuk megint a hámeri iránytűt, a három függőleges vonalat, és ugye elmondhatjuk, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy bontok, vagy építek, vagy működést változtatok. Természetes, hogyha bontottam a konfliktus aktív szakaszban, akkor azt visszaépítem. Ha túl sok szövetet építettem föl, akkor azt lebontom, és ha leblokkoltam egy működést, akkor annak visszaállítom a működését. Ez teljesen logikus és egyszerűen érthető, én szerintem ehhez sem kell hatalmas klinikai tudás, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, nem? Igen. Tehát mit tudod csinálni a biológiám a túlélésért? Vagy a sejtekkel, vagy a működéssel próbál valamit kezdeni. És nem tudok más, csak sejtet építeni, bontani, vagy működést változtatni. Nyilván csirralemezhez kötött az, hogy mikor építek, mikor bontok. Hogyan tudja a biológián például a bontást megoldani? Mert talán még azt el tudom képzelni naívként, laikusként, hogy valamit felépít, de utána mi bontja el? Hát nem vagyunk egyedül ebben a biológiai munkában, mert vannak nekünk segítőink, vannak mikrosebészeink, azaz mikroorganizmusaink. És ezek a mikroorganizmusok csodálatos módon a szervezetünkben jelen vannak, mondjam úgy, hogy alvó állapotban. De az agyi parancsra, a konfliktus aktív szakaszban elindul, ha endodermális programról van szó, a gombáknak a szaporodása. Ugye hideg fázis a konfliktus aktív szakasz. A gombák nem a hideg nedvesben szaporodnak? Dehogy nem. Amikor jön a megoldás, akkor a gombák segítenek lebontani a felesleges sejteket az endodermális szövetekben, és amikor elvégezték a munkájukat, agyi parancsra a felesleges gombák eltűnnek. Gyakorlatilag ez alatt azt kell érteni, maradjunk ennél a példánál, hogy konfliktus aktív szakaszban felszaporodik a megfelelő számú gomba, de inaktív, és igen, a megoldási szakaszban kezdi a munkáját? Pontosan, nagyon jó a kérdés, ez pont így történik, mert addig, mondjam azt, hogy addig pont annyi gomba készül el, amekkora konfliktus tömeg, vagyis amennyire szükség van. Ugyanez a helyzet a gomba baktériumok vagy mikobaktériumokkal kapcsolatosan is, hiszen a TBC baktériumok, amelyek a gombák és baktériumok közötti átmenetet képezik, ezek lesznek azok, amelyek hát mondjuk egy meldaganatnak a felesleges sejtjeit lebontják, illetve az irhához tartozó sejteket, irhának a plusz sejtjeit le fogják bontani. Természetesen ezt TBC-nek fogják nevezni, de hát ha folyamatos a TBC-nek a jelenléte, az csak annyit jelent, hogy elakadt a program, függő gyógyulásban maradtunk. Vagyis nem ő okozza a betegséget, hanem a tudatlanságunk miatt nem tudja a biológia befejezni a programot. Elárulom azoknak, akik úton vannak a táborban, vagy a második szériában érkeznek, hogy a gombák, baktériumok és vírusok tekintetében nagyon érdekes előadást készítettem, ami mostanra készült el, még soha senki nem látta, és ki fog derülni, hogy mindaz, amit Hammer doktor elmondott,
azt már más tudósok is állították, és gyakorlatilag a vérünkben lévő fénytestecskék, szomatidoknak az a lényege, hogy ezekből fog kialakulni a megfelelő baktérium számunkra. Ennek van egy 3 ciklusos és egy 16 ciklusos körforgása, de csak feldobtam a labdát, hogy ne tudjatok éjszaka aludni, és ezen gondolkodjatok. Szóval, mert hát készültem, tanár úr, kérem, én készültem. Szóval a következő dolog ott van, hogy vírusok. Na most a vírusokkal kapcsolatosan azért azt tudni kell, hogy nem éppen azért mondja Hámer doktor, ha egyáltalán léteznek. A vírusok biológiai megfogalmazásban nem tartoznak a biológiai lények közé, hisz nincs saját anyagcseréjük. Megegyezzünk ebben. Csak akkor életképesek, ha egy gazda szervezetbe befurakodnak. Hát a vírusokat felfoghatnánk úgy ebben az informatikai világban, hogy ezek csak programok, amelyek átírják az anyaszerv sejtjeinek a programjait a saját programja szerint. De önmagában életképtelenek. Na most ők segítenek az ektodermából származó sejtek visszaépítésében. Ezért fogjuk krónikus hepatitisben megtalálni a hepatitis vírust, mert hiszen elakadt a program. Mert még mindig az a szokásom, hogy mindenem bosszankodom. Vagy ott van a HPV, a humán papilloma vírus, amiről megint nem tehet szerencsétlen arról, hogy valakinek mészájsebe van, hiszen ő azért van ott, hogy ezt meggyógyítsa, de ha valaki nem tud a féltékenységről leszokni, akkor a HPV folyamatosan ott lesz, magasabb számban a mély szárnyák a hártyáján kimutathatóan. Eszembe jutott erről egy példa, méghozzá tűzoltóság. Azok is készen létben állnak, várják azt, hogy mikor hívják őket egy lakástűzhöz például. Így van, így van. Minden tűzesetnél megjelennek a tűzoltók, tehát ők a hibásak a így tűz van. Miatt. Tehát a tüzet a tűzoltók okozzák. Valahogy ez a felfogás uralkodik ma a medicinában. Ha ott van a vírus, akkor ő a hibás. Tehát tényleg biológiailag át kéne gondoljuk mindazt, amiről Hammer doktor beszél, mert még elárulom, még senki nem tudta megcáfolni tudományosan. Maradjunk annál a kérdésnél, hogy a biológiánk mindent előre eltervez, mindent kiszámol, de ennek az egész folyamatnak, hogy hol bontok, hol építek, mi a célja, van egyáltalán valamilyen vezérlő elv, amiért irányítja? Pontosan erről szól az 5. biológiai természettörvény, amit kivetítettem. Hammer doktor rájött, illetve hát bebizonyította, hogy mindennek a célja a túlélés és a faj fenntartása. Tegnap volt nálunk ugye egy 12 éves fiatalember. Így van. És elkezdtem neki, semmiről nem tudott, az anyja elhozta konzultációra. Mondom neki, nézd ki az ablakon. Mindent, amit élő világként látsz, szerinted mi a célja minden élőlénynek? És lazán mondta, hát hogy életben maradjon. Hát nem, logikus. Tehát a túlélés és a faj fenntartása. Ehhez kell egyetemi végzettség, vagy elég megfigyelni, hogy milyen a természet. Ez mindennek a célja. És aztán kérdeztem tőle, hogy és szerinted ezt az egészet hogyan oldja meg a természet? És végigmentem az 5. az első biológiai természet törvényig egy 10 perc alatt, és mindent megértett. 12 éves diák. Tehát én azt hiszem, hogy itt nagyon egyszerű dolgokról van szó, és hogyha elfogadjuk, hogy a bennünk zajló folyamatok is a túlélésről és a faj fenntartásáról szólnak, akkor hagyjuk már ezeket a bejegyzéseket, hogy gyógyíthatatlan, hogy rossz indulatú, hogy ismeretlen, mert ez csak arra jó, hogy a beteg pánikba essen, és még több biológiai programot elindítson magában. Ezek a módszerek, amikről te eddig beszéltél, ami különböző negatív előjelű címkével látja el a különböző testi tüneteket, azok nem vesznek tudomást arról, hogy az ember az nem csupán egy test, nem egy materiális valami, amiben bármikor bármi elromolhat. Hammer doktornak pontosan a test és a lélek együtthatásának a működését írja le. Én azt gondolom, hogy a germán gyógytudománya az egyik legszebb módja annak, hogy megismerjük önmagunkat, hogy hogyan működünk, miből vagyunk, mire hogy reagálunk, mitől milyen hatás váltódik ki bennünk.
azt gondolom, hogy a testi tünetek és a lelki megrázkódtatások nem lehetnek szétvonhatóak, külön Hát kezelhetőek. természetes, hát erről szól, hogy a lelki megrázkódtatás elindít egy szervi elváltozást. De szeretnék egy lényeges dolgot megemlíteni. Biológiai rendszerekről beszélek, ugyanúgy vonatkozik emberre, állatra, növényre. Ezt már leírja abban a könyvben, amiből néhány dolgot itt kivetitek, a Germán Gyógytudomány Hagyatéka című könyvéből. Nos, amit aranykönyvnek is szoktak nevezni. Két kötetes. Az állatok ösztönösen kerülik a sineket. Valahol megütötte a bokáját, azt a dolgot kikerüli. Ez teljesen természetes, mert az állatok a félelmeiket nem tudják tudatosan megoldani. De az ember nem állat. Az ember képes arra, hogy tudatosan feloldja a félelmeit, képes arra, hogy rájöjjön, hogy nem csak egy biológiai lény, ha ez a szándéka. Tehát itt jön az be, hogy megismerhetem én a germán gyógytudományt töviről hegyire, és szenvedek tovább tudományosan, mert nem vagyok hajlandó változni, nem vagyok hajlandó a féltékenységet félretenni. Nem vagyok hajlandó a múltbeli kellemetlen emlékeimet, akár szexuális emlékeimet is feloldani. Tehát érzelmi átalakítás kell a teljes ezt Hammer doktor is, hát múlt héten elmondtuk, ugye, a 83 éves hölgynek első osztályú pszichológiai terápiát írt elő, hiszen a lelki betegségeket nyilván lelkileg kell megoldani. Mondhatnánk, hogy könnyű volt Hammer doktornak, mert ő teológus is volt, és akkor ezek szerint minden orvosnak el kell végezni a teológiát is. Nyilván Hammer doktor nem csak a sebész asztaláról ismerte a beteget, mint szervek egészét vagy rendszerét, hanem azért ismerte a lelki világát is, hát és igen. És ezért tudott neki ez a hölgy megnyílni olyan mélyen. De nézzük akkor, hogy miről is szólnak azok a bizonyos konstellációk. Ugye? Hadd kérdezzek már is egy nagyon érdekeset. Mit értünk konstelláció alatt? Hát itt van, kivetítem, minden létező agyi szinten arról van szó, hogy a két oldalon, tehát a szemközti agyféltekében legyen szó agytörzsről vagy agykéregről, két párhuzamosan zajló értelmes biológiai különprogram van. Egyik sincs megoldva. Na ebben az esetben a biológiánk mindig, de mindig viselkedés változással fogja túlélést elérni. Mondok egy példát. Oké. Csapjunk a közepébe. Ott van a fehér állomány. A fehér állományba, ugye, mint említettem, az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok csapódnak be. Így van? Na most kérem, ha valaki leírja magát a bányász béka feneke alá, anya-gyerek oldalon is, és partner oldalon is, ez azt jelenteni, hogy totálisan leépíti magát, nem? Teljesen elfonnyad, elsorvad. A biológia megfordítja a helyzetet, és az önleértékelt emberből megalomán lesz. Én vagyok a legtökéletesebb apa vagy anya, én vagyok a legtökéletesebb gyereke az anyámnak, én vagyok a legtökéletesebb házastárs, sőt, ezek azok az emberek, ahhoz mindenhez es értenek, azon felül is, ők csak mondják, hogy mindenhez értenek, persze semmihez se értenek rendesen, de a szájuk az nagyon jár. Hát amolyan Hári Jánosok. Ugyanez a helyzet a kisagyi konstelláció esetén is, itt a túlzásba vitt aggódás, ugye, ami leblokkolja az agyat, érzelmileg teljesen minden megszűnik számára, úgy néz ki, hogy ez az ember megbolondult, nagyon sok kisagyi konstellált ember pszichiátriai kezelésnek vetnek alá, mert érzelmileg kiégett emberről van szó. Csak így tudja megoldani azt a hatalmas érzelmi terhet, amit az aggódás jelentene. Ugye, ha aggódom az anyagyerek oldalon, és aggódok partner oldalon, akkor azt mondom, hogy az aggódás foglalja le az egész életemet. És agytörzsi szinten pedig az, amikor az életfeltételeknek a hiányát élem meg, ugye, egzisztenciális konfliktus, akkor azt mondja a biológiám, hogy állj le! És a vesegyűjtő csatorna szindróma arról szól, hogy begyűjtöm a vizet. Ez a halaknak túlélést jelentett, az embert viszont megöli.
Amiről viszont ma fogunk beszélni, az itt van a jobb oldalon fent, az agykérgi rész, és ez lesz az, ami sokkal bonyolultabb dolgokat fog számunkra megoldani, mint gondolnánk. Látjuk ezen a képen az agykéregnek a metszetét, és láthatjuk ezen a képen, hogy jobb oldalt és bal oldalt oda van írva, hogy férfias, meg nőies birtokzóna. Ez alatt mit kell érteni? Van férfi oldal, meg női oldal? Hát persze, meg hogy múlt nem. És jövő? Nem. Kérem szépen, férfi oldal, meg női oldal nincsen. Van férfias birtokzóna, meg nőies birtokzóna. Mindenkinek az agykérgében, akár férfi, akár nő, akár jobbkezes, akár balkezes. A birtokzónák azt jelentik, hogy mindazok a dolgok, amihez úgy ragaszkodom, mintha az enyém lenne, illetve a tulajdonommal kapcsolatos konfliktusok, azok fognak ide becsapódni. Na most az, hogy hogyan csapódnak be, milyen sorrendben, és ez mit fog okozni, természetesen ezeket a dolgokat a következőkben fogom végigbeszélni. Itt most a lényeg, hogy látjuk, hogy a férfias és nőies birtokzónáról van szó, és amiről továbbiakban beszélünk, és ezen a képen a birtokzónákba tartozó agykérgi reléket rajzolta le Hammer doktor. Az egészet, ha most úgy tekintünk erre a képre, mintha valakinek a fejét felülről néznénk, felülről, akkor itt elől van fent a tetején a frontális, vagyis a homloklebeny, hátul lent van a nyakszirti lebeny, és nyilvánvaló, hogy akkor itt van a jobb oldal, ami a férfias birtokzónákat tartalmazza, mondom, férfiaknál, nőknél egyaránt, bal oldal pedig a nőies birtokzónáknak a térképét látjuk. A maga konfliktus van itt felsorolva, hogy birtokféltés, birtokvesztés, birtokbosszankodás, területkijelölés, ez van a férfi oldalon. A női oldalon a rémületfélelem, a szexuális konfliktus, az identitás konfliktus, és megint területkijelölés. A lényeg az volna, hogy megértsük, hogy a birtokféltés konfliktus, illetve a rémületfélelem konfliktus, ugye egy szinten van, ez mind a kettő a levegő levezető rendszert, vagyis a gégét, illetve a hörgőket érinti. Ezeknek a nyálkahártyáját és az izmait. Itt azért van két relé, mert a felső relé az az izomrelé, az alatta levő relé pedig a nyálkahártya relé. Ennek nagy jelentősége van, mert más és más lesz az illetőnek a viselkedése. Azt már tudjuk, akik voltak tanfolyamon, ez a két oldal egyszerre kerül konfliktus aktív szakaszba, akkor alakul ki az asztmás krízis. A következő szinten a birtokvesztés és a szexuális konfliktust látjuk. Ez az a relé, ami a mai estének a fő témája, ugye? Bal oldalt a szexuális konfliktus alatt olvashatjuk, hogy a meg nem termékenyítettség konfliktusa. El tudjuk azt képzelni, hogy egy almon belül, illetve mondjuk egy falkán belül, amikor párzási időszak van, az alfa hím fedezi a nőstényeket, és mondjuk kettőt kihagy belőle. Hát az a biológiában egy hatalmas konfliktust jelent a meg nem termékenyítettség konfliktusa, mert hiszen a faj fenntartás ösztöne az erősebb, mint az élet ösztön. Tehát ez egy nagyon konkrét konfliktus, és természetesen ebben a relében nem csak a szexuális konfliktusok okozta érzések fognak becsapódni, hanem birtokvesztéssel kapcsolatos konfliktusok is. Megint jön az, hogy jobbkezes, balkezes részletekben nincs időm belemenni, mostan a szexuális dolgokra koncentrálunk. A jobb oldali relében, a férfias birtokzónában azt olvashatjuk, hogy birtokvesztés konfliktus. Most a birtokvesztés konfliktus azért a férfias oldalnál jelent problémát, mert ugye a férfi az, aki a mamutot hazaviszi a fészekbe. Ő a vadász. És hogyha elveszti a vadász területét, akkor gyakorlatilag meghal a család.
Ugyanez a mai napra, napjainkra lefordítva, a férfi embert kirúgják a munkahelyéről, akkor természetesen, hogy nagyon súlyos konfliktust fog el szenvedni, és rögtön jelentkeznek az anginás panaszok, ha jobbkezes férfiről beszélünk. Na most a balkezes férfinál is jelentkeznek anginás panaszok, de nem olyan erősen, mert balkezes férfinak. A női oldalra fog becsapódni ugyanez a birtokvesztés konfliktusa, csak hogy komplikáljuk egy kicsit az életet. A lényeg az, amikor a férfi birtokának tekinti a nőt, és a nőt veszti el, innentől kezdve birtokvesztést és szexuális konfliktust is megélt. De ha mind a két oldal, tehát ha nem egy birtokvesztés konfliktust élnek, hanem kettőt, akkor mindkét oldala ennek a zónának le lesz zárva, legyen szó férfiról vagy nőről, legyen szó két szexuális konfliktusról, ezen a szinten fog mind a kettő becsapódni. Mindjárt hozom Hammer doktornak az aranykönyvéből az ehhez szükséges, megértéshez szükséges ábráját is. Tehát itt mindig a kérdés az, ugye ne feledjük, az elején elmondtam, az egyetlen valóság az én megélésem. Az én megélésem. És az, hogy az emberi lélek mennyire összetett, hát arról lehetne hosszan beszélni, de a megélésünk fogja eldönteni azt, hogy annak a bizonyos állapotnak milyen, mondjam azt, hogy milyen hangulatai, milyen árnyai lesznek. A birtok bosszankodás konfliktus, azt tudjuk, hogy az epe kivezető rendszert, a hasnyálmirigy kivezető rendszerét, illetve a gyomornak a kisgörbületét érinti, itt okoz laphám, sorvadást, majd visszaépítést. Vele szembe találjuk az identitás konfliktust, ami viszont a végbél nyálkahártyáját érinti, tehát akkor láthatjuk, hogy ez a szint a tápcsatornával foglalkozik. Alatta pedig a terület kijelölési konfliktus mindkét nem számára nagyon fontos, hogy eddig s ne tovább, ne szólj bele az életembe. Az ember így éli meg ezeket a dolgokat. Ne rakjál lészves, ne rakjál rendet az íróasztalamon. Az állatvilágban egyszerű a történet, mert a területet, ami a megélhetést biztosítja, az körbejelölik vizelettel, nem? A közepét széklettel. De ember nem szokta körbepisilni az íróasztalát, legalábbis nem tudok róla. Viszont ha egyfolytában konfliktust él meg azzal kapcsolatban, hogy beleszólnak az életébe, hogy nem hagyják őt kibontakozni, stb., akkor egyre gyakoribb vizeletűrítési ingere lesz. Nézzük át ezeket a birtokzónás konfliktusokat egy picit más szemmel. Szeretném megmutatni a nőies birtokzónák konfliktusait. A rémület, félelem, konfliktus az, amitől köpni, nyelni nem tudok. Így van. Amitől megrémülök, félek és meg is ijedek, és egyszerűen nem tudom, hogy mit kell tennem, szó bennakad, nem tudok. Szó fennakad, hang bennakad, lehelet megszegik, írta Arany János, és ez nagyon, de nagyon így van. És ez tipikus nőies konfliktus, hiszen régi filmeken is láthattuk, amikor a gyilkos közeledik a nőhöz, a nő ledermed, megszólalni nem tud, visítani sem tud. Tehát ezek azok a dolgok, amikor egy diáklányt felszólítanak, és ő közben a pad alatt játszik. Hát nekem másféle emlékeim vannak így kémia óráról, hogy meg se tudtam nyekkenni, még a nevemet se tudtam volna kimondani, nem, hogy a vas hány vegyértékű abban a pillanatban. De térjünk vissza a nőies birtokzónák konfliktusaihoz, a szexuális konfliktusról ugye nem kell beszélni, ez teljesen érthető, a meg nem termékenyítettség konfliktusa, ez egy teljesen biológiai működéshez köthető konfliktus, mindenkinek megjelenik a biológiai órájában az a pillanat, amikor nagyon szeretne, és nagyon sokáig ezen a gondolaton túl tud lendülni, de aztán egy adott pillanatban mégiscsak fontosnak tűnik, és az, hogy már mindenkinek van, csak nekem nincs, ez feltételez egy olyan állapotot, amiben én hiányt szenvedek, és pontosan ez az, ami miatt nem tudunk ezen túl lendülni. És ne feledjük el, hogy ez a relé, ez a szívkoszorú erekből, a szívkoszorú vénák nyálkahártyáját is sorvasztja, majd visszaépíti, a mély nyak nyálkahártyáját bontja, visszaépíti, és a megoldási szakaszban a szívfrekvenciát, vagyis a pulzust
eszméletlen magasra emeli, 120-140-es pulzusa lesz az illetőnek, és ha túl nagy volt a konfliktus tömeg, akkor kialakul a tüdőembólia. Az identitás konfliktus az egy olyan helyzetet feltételez, amikor nem tudom, ki vagyok én, kire hallgassak, kinek a pártjára álljak, ez nagyon gyakran megjelenik érzésként egy nőben például, amikor a férje és a fia veszekednek valamin, és nem tudja, hogy kinek a pártjára álljon. Ugyanez az identitás konfliktus megjelenik, mondjuk már a férhez menés előtt, amikor a lány anyja le akarja beszélni a lányát, hogy ne ez a fiúhoz menjél. Emlékszünk, ha bárcsak a Hufnáger Pistihez mentem volna feleségül, történethez. De mindaz, ami az én önmeghatározásomban konfliktust jelent, hogy ki vagyok én, kihez tartozok, az identitás konfliktusként mutatkozik meg. A területkijelölés konfliktus szintjén a határaimat, azokat a területeket, amiken én magamat fontosnak, magamnak fontosnak tartom azt a területet, hogy ez az én konyhám, ez az én lakásom, ez az én nappalim, és szeretném a dolgokat a saját ízlésem, igényem és elképzeléseim szerint irányítani, de nem tudom. Gondoljunk itt gyereknevelésre, anyagi javak elköltésére, nyaralásra, főzésre, azok a tipikus anyós menny viccek, amik nagyon sok esetben előkerülnek, azok mind területkijelölés konfliktust feltételeznek. Ugyanennyire fontos a férfiaknak is a területük, hogy legyen egy olyan hely, ahol ők teljesen biztonságosan és komfortosan érzik magukat. Például a garázs. Például a garázs, a pince, a pince, igen. Az íróasztal, amin igen. dolgozik. De mindenkinek szüksége van egy olyan zónára a lakásában, amiben ő kényelmesen érzi magát, ahol ő jól érzi magát, ahol ki tud teljesedni. Így van. Ennek a hiánya a területkijelölés konfliktushoz vezet. A birtokfétés konfliktus... Birtokbosszankodás. De most felülről mennék tovább. Ja, most felülről, jó. Az, amikor féltem azt a birtokot, amit magaménak tudok. A férfi birtoka sokkal tágabb, mint egy nőé. A férfi birtokában benne van a nő, a gyerek, a család, a ház, az autó, de a munkahely, a kollégák, a barátok és mindenki. Minden, ami a kerítésen kívül van, az a férfi birtok területe. Számára fontosabb, mint a nő számára. Igen, és a nő számára a birtokot jelezhet a gyereke, a férje, az anyja, ideális esetben az anyósa, a ház, a konyha, minden, ami hozzá tartozik. Vagyis ami a kerítésen belül Ami a kerítésen belül, vagy mondhatnám úgy, hogy a négy falon belül, mert azért vannak a kertben olyan zónák, ahol a nő nem igazán szeret tevékenykedni. És megint csak megemlítem, hogy a garázs az férfi terület kerítésen belül. Ezt most már megjegyeztük, Karesz. A birtokvesztés konfliktus az, amikor teljesen kikerül a kezemből az, amire én hatást gyakorolok, lehet ez egy ember, egy személy. De lehet, hogy leváltottak valakit a munkahelyéről, megszűnt az a pozíciója, amivel hatása volt eddig egy csapatra. Tehát ugyanaz, mint egy falkán belül, ez az én csapatom, ez az én bandám, ezzel én dolgozok, és akkor leváltják, vagy megszűnik a pozíciója. Totális birtokvesztés konfliktus. A birtokvesztés konfliktust onnan ismerjük fel, hogy egy belső halál, belső kiüresedés állapota követi. Nagyon lényeges dolgot fogalmaztál meg. Nagyon lényeges dolgot, mindjárt megértjük, hogy miért. Ezek azok a pillanatok, amikor azt gondoljuk, hogy innen az életünk teljesen más irányt vesz, és az, ami eddig volt, az végérvényesen véget ért. És akkor már csak a birtokbosszankodásról kellene egy szót szólnom, méghozzá az, hogy van valaki a területemen belül, a birtokomon belül, akitől nem féltem a birtokom, mert bosszant. Tehát nem rivális, de ott van folyamatosan, látom, minden nap borsot tör az orrom alá, és ez a mi fő megélésem. A birtokféltésnél ott van, bosszant ugyan, de féltem, hogy elveheti. Ott a féltés az, ami a predomináns érzés. Itt viszont ott van, féltem is, de inkább bosszant, mint a féltés. Tehát itt valószínű, hogy az az megélésem, hogy fel tudom vele venni a kesztyűt, itt tudok vele lépést tartani,
kiegyensúlyozottabb a harc, mint mondjuk egy birtokféltésnél. Igen. Szóval nagyon-nagyon sokat lehet még ezeknek az érzéseknek az árnyalatairól beszélni, de szeretnék belevágni a legnehezebb részbe, mégpedig a konstelláció kialakulásába. És a Hameri Gócnak a megjelenését, vagyis az, hogy hova fog becsapódni egy adott érzés, az mindig a kezűség dönti el. Ugye a tapstesztel fogjuk eldönteni, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, és nem az dönt, hogy melyik kezünkbe fogjuk a kanalat vagy a ceruzát. Ez egy nagyon lényeges dolog, de ha valaki ezt nem tudja, azért a konfliktusaiból és a szervi megnyilvánulásaiból biztos, hogy meg tudjuk mondani 100%-kal, a biológia nem téved. Még ebben az esetben sem. Na most az érzelmi változást, hogy én mit fogok egy konfliktus hatására érzelmileg változtatni az addigi hozzáállásomon, a konfliktus témája, illetve a hormonális állapot fogja meghatározni. Ez mind a hormonális állapot, az természetesen változhat, és így fog a magatartás is megváltozni, mondjuk egy klimaxos nőnek a hozzáállása a dolgokhoz már nem az, mint ami volt addig, ameddig volt beteérése. Egy nagyon lényeges, ezeket a dolgokat mindenképp elé kivetíthetném, de remélem sikerült megjegyezni, hogy a kezűség a döntő, és az első konfliktust mindenki a saját nemében éli meg. Ez alatt azt kell érteni, hogy egy nő az első konfliktusát a nőies birtokzónába kapja? Nem. Hogy nem, hogy kislányként éli meg, akár jobbkezes egy kislány, akár balkezes, ő kislányként él meg egy konfliktust, de a kezesség fogja eldönteni, hogy melyik oldalra csapódik be nála ez a konfliktus, az agynak melyik oldalára. Az biztos, hogy pszichikailag kasztrált lesz, vagyis másodfarkas lesz, amint az első konfliktuson már túl van. A konstelláció kialakulásának a nagyon rövid vázlatát láthatjuk itten, és elárulom, hogy erről egy legalább 2, illetve 3 órás előadást szándékozok tartani a tábor alatt, tehát itt csak egy vázlatot tudok adni, nyilván, hogy többszöri megnézéssel, meghallgatással a felvett anyagból ez jobban érthető lesz. Tehát miről szól a helyzet? A jobbkezes kislánynak, tehát a jobbkezes kislány kislányként éli meg a konfliktusát, megegyeztünk, ugye? Ennek a kislánynak a női birtokzónájába csapódik be mondjuk egy szexuális konfliktus. Ez azt jelenti, hogy az az oldal lezár, tehát mi fog megnyilvánulni? A férfias oldal. És ez lesz az a kislány, aki ezután focizik, barkácsol, fiúkkal játszik, és már nem tartja rendben a szobáját, ami addig számára a birtokot jelentett. Ugye a babaszoba, meg a babája, meg a babaház, az mind az ő birtoka, de innentől nem foglalkozik ezekkel, és ha jobbkezes a kislány, akkor a vállai már férfias jelleget fognak felvenni, tehát válas lesz. Nem lesz még sem mániás, se depresszív, de pszichikailag kasztrált. A balkezes kislány, mert ugye a balkezeseknél a konfliktus nem a jobbkezesek oldalára, hanem ellenkező oldalra csapódik be. Most, ha egy balkezes kislánynak nem a női, hanem a férfi oldalra csapódik be, a férfias birtok zónába csapódik be, pontosabban fogalmazva a konfliktusa, akkor az lesz a helyzet, hogy a peteérése még hamarabb megérkezik, mint kellene, akár 9 évesen már megjöhet a menstruációja, de érzelmileg frigid lesz, és a viselkedése teljesen depresszív lesz. A jobbkezes fiúknál, épp úgy, mint a jobbkezes lányoknál, a nemének megfelelő oldalra csapódik be a konfliktus, tehát ha lezár a férfias birtokzóna, akkor kislányként fog viselkedni, ezért lesz az, hogy inkább a kislányokkal játszik, a fiúk nekik túl durvák, és ők
csendesen elhúzódnak a sarokba, és lekerekítettek lesznek a vállai, lányokkal szeret játszani. Ebben az esetben a depresszív viselkedést, ezt a visszavonuló, igen, elbezárkózó, magába zárkózónak lehet fordítani, igen, még mielőtt bárki valamilyen egyéb dologgal összemosná. Tehát nem mondhatom azt se, hogy mániás, azt se, hogy depresszív, de már látszik, hogy megváltozott a gyermeknek, a fiú gyermeknek a hangulata. Addig ő volt az, aki elsőnek kirohant a szünetbe, és ide nekem az egész udvart, onnantól kezdve megvárja, míg a többiek leszaladnak, és ő szépen csendben majd lekullog, vagy bent marad az osztályban. És figyeli, hogy a lányok miről csacsognak. Tehát így kell érteni ezt a megváltozott viselkedést. Innentől kezdve számára a női birtokzóna lesz fontos, és rendbe tartja a szobáját. Most természetesen, hogy a kérdés az, hogy ki volt az, aki a fiúgyerekből vagy a leánygyerekből mondjam úgy másodfarkast vagy szoftit csinált, mert erre fog fixálni. És hogyha egy fiúgyerekből az anyja csinált szoftit, mert addig ki nem teszed a lábadat, míg a rendben nem rakod a szobádat, akkor onnantól kezdve ez a fiú elvesztette a pozícióját a bandában, aki várta a kaponát, hogy elmenjenek felfedezni a világot, és onnantól anyukának a legjobb kisfia lesz. Még ha kell, még kézi munkálni is fog. Szinte hallom, ahogy a hallgatók közül az anyukák most felhörtülnek, hogy akkor mit csináljak, hagyjam, hogy szemétdombot csináljon a lakásból. Igen, egy fiúgyerek akkor tökéletes, ha a szobája úgy néz ki, mintha gránátot dobtak volna bele. Kedves szülők, ezt érdemes elviselni, mert egy alfa férfi az alfa férfi. Tehát azért tönkretenni egy gyereket, mert rendetlen a szobája, hát azért megfontolandó, mert itt nagyon komoly személyiségváltozások indulnak be, mindjárt folytatom. Talán a kommunikáció, a hozzáállás, a megértés, a megismerés egy picit változtathatna ezen a helyzeten, hát igen, hogy nagyon elviselhető legyen mindenki számára. Hát ezért érdemes a germán gyógytudományt minél hamarabb megismerni, akár ilyen mélységekben is, hogy megértsük a gyerekeknek a viselkedését. A balkezes fiú az aztán még makacsabb lesz, mint volt, mert hogy a balkezes fiúnak a női birtokzónája fog bezáródni, és hát ahogy Hammer doktor fogalmaz, macsó homoszexuális lesz, mert a viselkedése, hát hogy is mondjam, ezek lesznek azok a gyerekek, akiket aztán elküldenek minél hamarabb pszichológushoz, utána pszichiáterhez, és rögtön begyógyszerezik szerencsétleneket, pedig csak meg kellene oldani azt a bizonyos konfliktust, mert minden esetben elindul a konfliktus tömeg növekedése, ezt ne feledjük el. És meddig tart ez a konfliktus tömeg növekedése vajon? Hát vagy megoldjuk, ugye rájön egy anyuka egy hónapon belül, hogy te jó Isten, mit csináltam, és azt mondja, hogy jó van gyerekem, menj el a fiúkkal játszani, és kész. Megoldja a konfliktusát, megint alfa a férfivé fog válni, hogyha idejében hallott ezekről a dolgokról. De ha ez nem történt meg, és jön a második birtokzónás konfliktus, akkor leáll az első konfliktusnak a konfliktus tömege, az tovább nem növekszik, ez egy nagyon jó dolog. Beindulnak a hangulatváltozások, amiket itt láttunk jobb oldalt a képen. A gyerek a sinektől függően hol mániás, hol depresszív viselkedésű lesz. Függetlenül attól, hogy most jobb vagy balkezes gyerekről, fiúról vagy lányról beszélek, mivel mindkét oldal ugye foglalt, a sinek döntik el, hogy a viselkedése, a hangulata mikor milyen lesz. Ezt hívjuk skizofrén állapotnak, és egy nagyon szerencsétlen dolog, hogy leáll az érzelmi fejlődés. És ezért alakul ki a lányoknál a baba arc. Leáll az érzelmi fejlődés a második konfliktus becsapódása után. Most képzeljük el azért, hogy egy kislánynak, és ez nem ritka dolog, már 5-6 éves korában megvan az első szexuális konfliktusa, majd rá 8 éves korában a második, akkor onnantól kezdve ez a leány felnő, lehet belőle professzorasszony, de érzelmileg 8 éves gyerekként viselkedik. Ugyanez vonatkozik természetesen a fiúkra is. Van viszont egy különbség a fiúk és a lányok között. Ha a lányok 25 éves kor előtt bevállalnak egy szülést,
akkor 3 évet a biológia jóváír az érzelmi fejlődésben. Tehát ezért nagyon lényeges 25 éves kor előtt, hölgyeim, gyereket szülni, és nem a akármilyen elképzeléseket megvalósítani, és 30 éves korig egyetemre járni. Mindig az utolsó konfliktus oldható meg. Ezért nem ajánlom azt, hogy ilyen lélekturkászokhoz elmenjünk, és a gyerekkorunkban kapirgáljanak és kutassanak, mert hatalmas problémát tudnak oldani, okozni olyan dolgokkal, amelyek nem oldhatók meg. Idegösszeroppanásig jut el a helyzet, találkoztunk ilyen esetekkel. És hogy ne legyen a dolog ennyire egyszerű, mint ahogy eddig elmondtam, jön a hormonális változás, amivel viszont megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje. Na ezért lesz az, hogy klimaxos hölgynek előre kerülnek a gyerekkori történetei, és azok kezdenek megoldódni. Csak hogy ő már nem nőként viszonyul ezekhez a dolgokhoz, hanem férfiasan. Ő továbbra is nő, de már a klimax miatt, a hormonális változás miatt megváltozik a hozzáállása. Na most, hogy azért egyszerűbb legyen a dolog, itt megpróbálok képekben is valamiket elmondani, és nézzük akkor, hogy mi a helyzet a jobbkezes hölgy esetén. Ez most már csak annak elismétlése, amiről eddig beszéltem. Jobbkezes nő tehát az első birtokzónás szexuális konfliktusát látjuk itt a fenti képen, a baloldali, tehát a női birtokzónába fogja megélni. A hámeri gócit alakul ki. Erről beszéltem. Ha lezár ez az oldal, ugye, akkor hogy fog viselkedni? Férfiasan. Mániásan. Fiúsan, mert a fiús oldal az, ami szabad. Erről beszéltem. A második konfliktus természetesen csak a szabad oldalra csapódhat be, látjuk az alatt a levő képen, és innentől a sinek fogják eldönteni azt, hogy egyáltalán mi fog történni a továbbiakban. Ez gondolom, hogy teljesen érthető volt. Igen. Van kérdés? Nincs. Mehetünk tovább? Jó, akkor nézzük meg, hogy mi van a balkezes hölgyel. A balkezes hölgynél mondtam, hogy a lóugrás, Hammer doktor nagyon szeretett sakkozni, és ezért nevezte lóugrásnak, tehát a hölgynek nem a női birtokzónába, hanem a másik oldalra fog, a férfias birtokzónába fog becsapódni ez a konfliktusa, tehát ő nála a nőies viselkedés lesz az, ami még jobban megnyilvánul, és ezért jön meg a menzesze akár 9 éves korban. Ne feledjük, hogy itt baloldalt, ahova most mutogatok, ugye ez az a relé, ami elindítja vagy leállítja a menstruációs ciklusokat. Tehát ha hölgyeim, ha valakinek 6 hónapig nem jön meg a menzesze, és ugye nem várandós, akkor egy olyan konfliktusra került sínre, ami erre az oldalra csapódott be. És ez lehet a második konfliktus, szintén szexuális konfliktus, amitől kezdve természetesen már a sinek fogják eldönteni azt, hogy a dolgok, hogy adott helyzetben milyen lesz az illetőnek a viselkedése. Na de ha megnézzük akkor, mert ugye az élet nem olyan egyszerű, és nem szoktunk két konfliktusnál megállni, jön a harmadik. És a harmadik konfliktusnál már a mérleg állása, jelenlegi állása és a kezesség dönti el, hogy mi fog történni. A becsapódás a súlyozottabb oldalra történik meg annál, aki jobbkezes, viszont a túloldalra történik meg annál, aki balkezes. Mindjárt képet is mutatok róla, de annyit jegyezzünk meg, hogy akár jobbkezes férfiről, akár jobbkezes nőről van szó, mivel a súlyozottabb oldalra történik meg a becsapódás, akkor az az adott állapot fog súlyosbodni. Vagyis ha éppen depresszív állapotba kapja a harmadik birtokzónás konfliktusát az illető, akkor még depresszívebb lesz. Ezek lesznek azok a megvigasztalhatatlan, örök depresszív hangulatú hölgyek, akiket aztán nagyon sokszor pszichiátriai kezelésnek vetnek alá. De ugyanígy, ha mániás állapotba kapja akár a férfit, akár a jobbkezes nőt,
akkor ez lesz az örök optimista, aki előtt minden tökéletes és minden rendben lesz. A balkezes férfi és nő esetén ez az egész dolog megváltozik. Ott ugye mindig az ellenoldalra csapódik be az adott konfliktus, és ezért billeg a mérleg. Ők lesznek azok, akikre mit mondanak, hol mániás, hol depresszív. Hogy képeken is lássuk ezt, és könnyebb legyen megérteni, Hammer doktor könyvéből, itt látjuk a jobbkezesnek a mérleg állását rögtön az első képen bal oldalon. Látjuk, hogy ez az illető éppen mániás. Miért? Mert a női oldalra történt konfliktusa került sínre. Ő most éppen mániás, boldog. Jobbkezesről van szó, férfiről, nőről, mindegy. Jön a harmadik konfliktus, hova csapódik be? Ott, ahol már van. És ez fokozza nála a mániát. Ugyanígy, a jobbkezesnél, hogyha ő most éppenséggel depresszív, akkor azt fogjuk látni, hogy oda csapódik be a következő, a harmadik konfliktus is, és még depresszívebb lesz. A balkezes nő és férfi esetében látjuk a billegést. Ha ő éppen mániás állapotban volt, akkor a túloldalra csapódik be, és átbillen a mérleg, tehát depresszív lesz. És ugyanígy az utolsó képen, a negyedik képen láthatjuk, hogyha depresszív volt a hangulata, és jön a harmadik konfliktusa, akkor nyilvánvaló ismét mániás lesz. Tehát a harmadik konfliktusnál gyakorlatilag a balkezes, amiben különbözik a jobbkezestől, igen, az, ha jól értettem, és javíts ki, ha nem, hogy a jobbkezes amilyen állapotban kapja a harmadik konfliktusát, abban marad, igen, míg a balkezes az billeg. Az hol billeg. Mániás, hol depresszív, annak van. Függvényében, hogy melyik konfliktusban találkozott milyen igen. állapotban találkozott a harmadikkal. Így ő van. Képes váltani, míg a jobbkezes nem. Igen, ez egy nagyon lényeges különbség a kettő között, de hogy még ne legyen ja, ennyire, látom, ne legyen ennyire egyszerű, azért tovább tekerem, mert van tovább, és azért mondtam, hogy ennek az egésznek a megértése és az elmélyítése azért legalább egy 3 órás előadást igényel. Itt jön a hormonális állapot változása, ami ugye mindent megfordít, vagyis a konfliktusok megoldási sorrendjét fogja számunkra megfordítani. Na de miről van itt szó? Arról van szó, hogy a hormonális állapotváltozást klimax nélkül, vagy férfi klimax nélkül is elérhetjük. Elég a fogamzásgátló tabletták szedése, hölgyeim, ez már egy hormonális változás. Ezért van a hormonális tablettáknak a tájékoztatába beleírva, hogy tüdőembólia léphet fel. Mert természetesen a konfliktus tömeg akkora, és hormonális változást idézek elő, akkor beindítom az első konfliktusnak a megoldását, és az mivel még nem oldódott föl, még nem telt el annyi idő, hogy a konfliktus tömeg ugye egyre kisebb legyen, ezt nem részleteztem, szóval ezért a tüdőembólia be van csomagolva abban az esetben, hogyha olyan konfliktusok voltak nála gyerekkorban. Na de ugye a petefészek eltávolítást nagyon szívesen csinálják a nőgyógyász kollégák, ki kell azt onnan dobni, nincs már rá szükség, szült már 2-3 gyereket, és kasztrálják a nőket. Ez egy nagyon veszélyes történet, főleg akkor, ha még akkora a konfliktus tömege, hogy műtét után 6 héttel esetleg belehal. Aztán a klimaxról szóltam, de ott van a vesztesség konfliktus, ami petefészek nekrózist okoz, és ez is hormonális változás, mert csökken az ösztrogén szint, ugyanígy a kemoterápia. Férfiaknál nőies magatartást okoz a vesztesség konfliktus, a herének a sorvadása, ugye akkor kevesebb a hormon. Van hormonális változás? Persze, hogy van. Herének az eltávolítása, férfi klimax, hormonkezelés, mert ugye ilyeneket is szoktak csinálni, és kemoterápia. Na most, mint mondtam, a konfliktusok megoldási sorrendje változik meg. És mondtam, hogy mivel a magatartás már megváltozott, a női magatartás férfiassá vált, a férfias magatartás nőiessé vált, nőies színeket vett magára. Ezért lesz nehezebb megoldani a gyerekkori konfliktusokat, amit kislányként vagy fiúként éltünk meg.
Tehát ezt nagyon kell tudni ahhoz, hogy hogyan nyúljunk egy-egy kérdéshez. De ne feledjük, hogy ezeknek a konfliktusoknak a becsapódása, ez már nem azt jelenti, mintha a szexuális relébe csapódott volna be. Tehát nem úgy válik valaki férfiassá vagy nőiessé, mintha birtokzóna lenne érintve, hanem a jobbkezes nőből, mondjam, jobbkezes férfi lesz viselkedésileg, és a balkezesből meg balkezes. Tehát ez nem jelent semmi, de semmi mást, csupán annyit, hogy láthatjuk a boltokban is azok a párok, akik már túl vannak a hormonális változáson, hát ott a nagymama mondja meg a tutit, hogy mit fogunk megvenni, és mit hogyan fogunk csinálni. Nos, a következő kép az arról szól, hogy mi az, hogy orgazmus. Ugye az orgazmusnak van egy biológiai megközelítése, és nyilván van egy másik megközelítése is. Itt láthatjuk a Hammeri iránytűt, amiben, amint látjuk, hiányzik a DHS, bár Hammer doktor az aranykönyvében ezen jókat ír, hogy most akkor ezt fogjuk fel konfliktusnak, vagy ne fogjuk fel konfliktusnak ezt az egész történetet, amikor találkozik egy szerelmes párnak a tekintete. Ugye konfliktus aktív szakaszról van szó, ami itten a szerelmes fázist jelenti. Hát nézzük meg, az állatoknál ilyenkor történik meg a párzási időszakban a násztánc, meg az egyéb dolgok, és utána jön a valóra váltás, majd az epileptoid krízis az, ami az orgazmust jelenti, és utána jön a teljes elernyedés. Itt egy biológiai ábrázolását látjuk ennek az egész történetnek, és az orgazmusban természetesen részt vesznek az orgazmusban a szexuális konflikt, a szexuális relék vesznek részt. Amikor klitoriális vagy penális, vagyis pénisz orgazmusról beszélünk, akkor ezek az érzések, ezek az agynak a jobb oldali, tehát a férfias birtokzónájába fognak becsapódni, és mivel nem egyetlen relé érintett, hanem az egész oldal érintett lesz, hát itt akkor ziháló légzés fog kialakulni, ne feledjük, hogy fölötte van a hörgőkre ható relé, alatta van ugye a birtok bosszankodás, az meg a gyomorra hat, és ezért ugye az orgazmus után a férfi ember az kimegy és kieszi a hűtőszekrényt, mert megéhezik. Az orgazmus pillanatában viszont ziháló légzés fog fellépni, és a másik oldal, a női oldal, az viszont a gége reléit érinti, és ezért lesz az, hogy amikor a vaginális orgazmusról vagy anális orgazmusról beszélünk, akkor ott a légzést a gége reléi fogják befolyásolni, és ezért lesz kapkodó a légzés abban az esetben, ha vaginális orgazmusról beszélünk. Na most az agyban ugye ez a relé bal oldalt van. Amikor mind a két oldali relé érintett férfiaknál, nőknél egyaránt, hát akkor beszélhetünk szerelmi mámorról, tehát ez az az érzés, amiről azért az irodalomban hát ódákat zengenek. Az orgazmussal kapcsolatban szeretném bemutatni azt a képet, ami Hammer doktor könyvéből való, és láthatjuk ezen a képen, hogy jobb oldalt, egy pillanat, igen, tehát láthatjuk ezen a képen azt, hogy jobb oldalt található az a relé, ami a pénisznek és a klitorisznak az orgazmusa kapcsán hát érintett lesz. Ne feledjük, hogy a pénisznek az orgazmusa ejakulációval jár, tehát a magömléssel magyarul. A
A másik oldalon található az a relé, ami viszont a vaginális és rektális, vagyis végbél orgazmusról szól. Miért lényeges ezeket a dolgokat tudnunk? Hát pontosan azért, hogy megértsük azokat a viselkedés változásokat, amelyekkel kapcsolatosan lehet, hogy nagyon, hát hogy mondjam, a tudatlanságunk miatt esetleg előítéleteink is lehetnek. Kezdem a posztmortális konstellációval, ami azt jelenti, hogy az illetőnek a konfliktusa a dupla birtokvesztés. Mindkét oldalon láthatjuk a relét, hogy birtokvesztés lépett fel. De ennek nincs szexuális tartalma. Tehát ahogy te említetted, ugye, hogy minden elveszett, és mintegy meghalt. Hogy fogalmaztál? Igen, egy belső halál, egy belső kiüresedést. Egy belső kiüresedést, egy belső halált él meg az az ember, aki két ilyen birtokvesztésen is túl van. Teszem azt, túl van azon, hogy elvesztette a munkahelyét, és még elvitte a házát a banki adósság is. Tehát ebben az esetben mit fog megélni? Ez lesz a posztmortális konstelláció, ami ha mániás, az azt jelenti, hogy képes az öngyilkosságot végrehajtani. Ezért nagyon lényeges lenne tudni azt, azoknak, akik beülnek ilyen segélytelefonok mögé, hogy egyáltalán hogy működik a biológia. Hogy ezeket az embereket, akik felhívják őket, és lehet utoljára beszélnek velük, tudják mindenképp depresszív sínre tenni. Tehát a beszélgetés során ez volna a lényeg, mert ha sikerül depresszív sínre tenni az illetőt, akkor már nem fogja megcsinálni az öngyilkosságot. Beszél róla, de nem teszi meg. Még egyszer említem, ne feledjük, hogy itt nem társul szexuális konfliktus a birtokvesztéshez. De mi van akkor, ha társul hozzá? Mint ahogy mondtam, azt éli meg az illető, hogy elvesztette a szerelmét, ugye, akit ő birtokának tekintett. Na hát akkor már kialakul a Casanova konstelláció, aminek a lényege, hogy szexuális tartalmú mindkét birtokvesztés konfliktusa. És ahogy itt Hammer doktor könyvéből idézem, ugye, a jobbkezes férfi úgy érzi, hogy nem oldotta meg a konfliktusát, és az agynak a jobb oldala lezár. Így van? De megmarad nála a végbél orgazmus a túloldalon. Akkor világos, hogy homoszexuális lesz, vagy többé-kevésbé impotens. És a balkezes férfinél viszont a birtokkonfliktus után úgy viselkedik egy darabig, mintha ő lenne az alfahím, hiszen ő macsó homoszexuális, macsó meleg lesz, de ezt a konfliktusát nem fogja megoldani, elszenved egy következő konfliktust is, akkor a Casanova konstelláció miatt hol ilyen, hol olyan lesz a viselkedése, tehát hol mániás, hol depresszív lesz. Na most akár jobbkezes, akár balkezes férfiról beszélek, akinek mind a két oldala ugye szexuális konfliktus miatt aktív. A hangulati változást azt fogja eldönteni, hogy mely konfliktusa kerül sínre. És amikor mániás lesz, akkor beszélünk a mániás Casanováról, na ő az, akinek minden alkalomra, minden estére másik nőre van szüksége, de miért? Mert képtelen bizonyítani, és mindig a másik a hibás. Tehát, hogy ő nem is akar komoly kapcsolatot. Nem. Bár hangoztatja azt, hogy szeretne, de egyszerűen biológiailag képtelen erre. Szokták mondani, hogy aki nem tudja, az beszél róla. Aki tudja, az meg hallgat és csinálja. Szóval az impotenciáról azt is tudni kell, hogy amint ezen a következő képen is mutatom, hogy nem csak és kizárólag ez a birtokrelé érintett, hanem érintett kérem szépen a maknak a nyálkahártyája.
Ugye a nap nyálkahártyája, illetve a klitorisznak, a csiklónak a nyálkahártyája ősszáj nyálkahártya szerint van beidegezve, és látjuk itt a lilával jelzett területben van a központja. Természetesen, hogy a konfliktus megélése érinti a nap nyálkahártyáját is, és következményesen, ha már nem működik, fog egy férfi ember önleértékelést megélni? Természetesen, tehát el fogja indítani a medencecsontnak a lebontását is. De ha még szarul is érzi magát az egésztől, elindítja a vastagbélprogramot. Tehát mindig a kérdés, hogy még hány konfliktust kötünk egy ilyen történethez. Jó, eddig beszéltünk a férfiakról. Halljuk a női változatot. Mi a helyzet a frigiditással? Hát ugyanebből a könyvből természetesen a frigiditást is beidézem. Ugye akkor beszélünk nymphomán és nymphodepresszív konstellációról. Nyilván, ha a mániás a viselkedés, akkor azt jelenti, hogy a női birtokzónában levő konfliktus kerül sínre, lezár ez az oldal, és megnyilvánul a mániás viselkedés. Na most a jobbkezes nő a hüvei orgazmusra képtelen, de képes a klitoriális orgazmusra. És ha egyáltalán megkíván egy férfit, ugye, akkor ő egy nőies férfit, egy szoftit fog megkívánni, neki azt tetszik, mert ő már ebben az esetben férfiasan viselkedik. És a szerelmi játékban a férfias módon viselkedik, klitoriális orgazmusra vágyik és semmi másra. És ezek a nők, már elnézést, hogy így mondom, de használják ezeket a szofti férfiakat, egészen olyan elképesztő dolgokig, hogy nem is történik meg a férfi hímtagnak a becsúsztatása, és úgy fog viselkedni ez a nő, mint frigid, mert hogy képtelen eljutni a csúcsra, viszont klitoriális orgazmusra képes. Ez nyilván, hogy a klitoriszt lehet manipulálni sokféle módon. A balkezes nő is szexuálisan blokkolt, ugye, bezárta a jobb oldali reléjét, és a férfias birtokzónában levő reléjét, de van hüvei orgazmusa, mert nála a női zóna nyitott. Ez a nő könnyen esik teherbe, könnyebben, mint korábban. És a viselkedése viszont depresszív lesz. Ezek a nymphodepresszívek sikeresek a férfiaknak a megszerzésében. A viselkedésük nagyon nőies, ez felkelti a férfiaknak a figyelmét. Természetesen, hogy itt is érintett ugye a ősszájnyálkahártya szerint működő csiklónak a nyálkahártyája, és ezért van az, hogy ő mind a hüvei, mind a végbél orgazmusra úgymond képes. Nos, ez csak egy rövid bemutatója volt mindannak, ami következik majd itt a táborban, és szeretném csak az érdeklődést felkelteni, hogy a viselkedésünket, igen, ezek a dolgok befolyásolják. De ne feledjük el azt, hogy az ember nem csupán biológiai lény. És visszatérve az orgazmusra, abban az esetben, amikor valaki érzelmi állapotba kerül, amikor úgy érzi, hogy minden vágya teljesült egy szerelmi kapcsolatban, akkor ez képes felülírni ezeket a konstellált helyzeteket is. És elkezd egy nő úgy működni, mint még soha. Vagy elkezd egy férfi úgy működni, mint még addig soha. Tehát én még mindig azt hirdetem, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a biológiának. Vannak megoldások olyanok, amikor a biológiának az irányítását a kezembe tudom venni. Persze ez már nem az aranykönyv oldalait idézi. Itt egészen egyéb dolgokról van szó. Az önmagunk megismerése nélkül ezekre a dolgokra nem vagyunk képesek.